havazással teli és dermesztően hideg szép napot kívánok mindenkinek. Stephen Sön vagyok, és hát igen, már kicsit este van ahhoz, hogy videót készítsek, de most vannak fontos dolgok, amikről szeretnék beszélni. Egyébként meg, akit érdekel, most podcast alatt a videó a Sonic Generations demo verziója, hogy miért pont ez a játék, hát azért, mert nem találtam jobbat most per pillanat. Gondolkodtam, hogy MV3 vagy valami más, de úgy döntöttem, hogy így most ez lenne a legjobb választás. Egyébként az ötlet imént csak most nem tőlem jött, hanem Bokorembertől, és már is ki szeretnék térni erre a témára. Ugyanis már kaptam vagy két levelet is, hogy ki a franc az a Bokorember, mert feltett YouTube-ra videót, hát olyan nem egy hete, de pár napja, és amiben megemlített engem, és érdeklődnek, hogy ki ez, honnan ismerem. Most, aki látta a videót, az tudja, hogy elmondta a videóban, hogy az osztálytársa vagyok. Ebből kiindulva szerintem evidens, hogy az én osztálytársam is, tehát ez így kölcsönös. Meg egyébként egész jó barátságban vagyunk, sőt, nagyon jó barátságban vagyunk. Szoktunk beszélgetni videó ügyekről, meg pár ötletet szoktunk ötletelgetni. És hát igen, egy Bokoremberről emlék, szóval akit érdekel, annak most így elmondtam. Igazából nem nagyon szeretek beszélni olyan dolgokról, amikben így nem vagyok 100%-ig megbizonyosodva. Például ezek a dual kommentárik, hát meglátjuk. Én azt mondtam Bokorembernek, hogy nekem oké, csak most elintézi a gépét. Úgyhogy már úgy hallom elintézte. Viszont az még egy kis idő, amíg valamit kitalálunk, tehát valószínűleg valami Team Fortress 2 lesz, mert most így számunkra ketten az a legkomfortosabb és legelérhetőbb. És hát szerintem gondolkodunk podcasten is, ilyen dual podcasten szerintem az is lesz. Sőt, az szerintem biztos, hogy lesz. Ugyanis ezt így megígértem neki. De... hát igen. Meg hogy... attól függően, hogy... mit játszunk ki, milyen új játékok lesznek, mert nála az Xbox a hazai pálya, nálam pedig a PC, tehát... így jól megosztanak a videók legalább. Csak hogyha együtt akarunk valamit csinálni, akkor én semmiképpen sem megyek át Xbox-ra, neki kell átjönni PC-re. És gondolkodtunk azon is, hogy most így kezdenek kitisztulni a dolgok nálam, főleg a pénzügyi dolgoknál. És ha minden igaz, el tudom intézni azt, hogy most már szabadon vásárolgathassak neten dolgokat, úgyhogy... mert egyébként általában játékokat készpénzből veszek, mert általában olcsóbbak. Egyébként tényleg olcsóbbak Magyarországon, néha olcsóbbak a játékok, mint hogyha Steam-áron veszed meg. És viszont vannak olyan játékok, amiket így boltban már nem lehet megvenni. Tehát például ott van a Team Fortress 2, amit most már ingyenes, de be kell tenned egy 5 eurós... hát nem 5 eurósat, de benned kell valamit. Csak Steamen 5 eurónként lehet vásárolni. Benned kell valamit. És akkor kapsz ilyen prémiumot, vagy nem tudom mit. És onnantól kezdve sokkal játszhatóbb lesz a játék. Meg ott van például a Garry's Mod, amit már mióta meg akarok szerezni, és ez boltokban sehol sincs. Szóval néha érdemesebb tényleg befektetni egy ilyen bankkártyára. De egész jól lehet tudtam most intézni, úgyhogy nem lesz ezzel a probléma. Szóval amire számíthat... szóval ami nektek így ebből lejön, az, hogy számíthatok új játékokra, új kommentárokra. Hát jó.
Meg még amit így megemlített nekem Bokor ember, az az, hogy bemutattam nekik annyit, hogy magyar kommentátorokból, akiket én szeretek, hogy pingvinharcos, meg bárány. Hát ezekről igazából így nem is tudok sokat beszélni. Bárány videói igazából olyanok nekem, hogy azokat csak olyan állapotban tudom megnézni, amikor már teljesen ki van kapcsolva az agyam, mert szóval nem tudom, hogy vannak odakint a nézők között olyanok, akik már próbálkoztak kommentárkészítéssel, de annyi lenne a lényeg, hogy én amikor elkezdtem, akkor így nem nagyon ment, tehát így kellett egy kis ihlet hozzá, és akkor elkezdtem videókat nézni, és az első olyan magyar kommentátor, akire így tényleg felnéztem, az Bárány volt. Csak az volt a probléma, hogy miután megnéztem a Survivor Island-es végigjátszását Minecrafton, gyakorlatilag átvettem a stílusát, a hanglejtést, a hangsúlyokat, mindent átvettem tőle, a beszéd stílust is. Főleg a beszéd stílus. És ez így megmaradt, amikor készítettem a videómat, akkor utána visszahallgattam, és azt vettem észre, hogy ú, basszus, ez szörnyű, tiszta bárány vagyok, ez nem én vagyok. Ez nem az én stílusom, én nem így csinálok kommentárt, szóval továbbra is megpróbálom úgy elkerülni a videókat, hogy közben tudatosan nézem egyébként, pedig nagyon szeretem a videóit, és egyébként meg ajánlom mindenkinek. És még van időnk, úgyhogy még beszélhetek olyan dolgokról, hogy mit fog eljönni az elkövetkező pár napban. Hát APB-t azt sajnos elfelejtettünk felvenni csütörtökön, viszont készülünk már az osmag montás, sőt már így azt, hogyha százalékra pontosan kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy 90% már majdnem kész van, az eleje hiányzik, meg még a végén picit igazgatni szeretnék, de egyébként nagyon szépen áll, és megpróbálom az osmag montázsra pótolni ezt a hibámat, de sokat kell tanulnom, kiment a fejemből, én is csak emberből vagyok. És egyébként meg tervezgettünk olyanokat is, hogy hát megint csak olyan dolgokról beszélek, ami nem teljesen biztos, hogy ez valóra válik, de egy ilyen amnézia viszont ahhoz mindenképpen meg kéne venni. Szóval erről még lesz szó később, most még nem nagyon megyünk előre ezzel az ötletet, csak elmondom, hogy itt tartok így jó ötletnek. Most már megbeszéltük Deloptix-szal, hogy megveszik az amnéziát, vagy megkapjuk talán, és versenyben ketten kivisszük időre. Csak az a baj, hogy egyrészt, most az a jó benne, hogy egyrészt igazságos a verseny, de az a baj benne, hogy még egyikünk se játszotta ki, pont ezért, pont ebből indul ki az, hogy igazságos a verseny, egyikünk se játszotta ki, egyikünk se tudja, hogy milyen hosszú ideig fog tartani, és igazából gőzünk nincsen, hogy végig tudjuk-e ezt játszani, mert amit én hallottam, az, hogy ember nem játszottam még ki ezt a játékot, és elhiszem, hogy vicces lesz, hogy a mikrofonban sigítozunk végig, de egyáltalán nem biztos, hogy kivisztük ezt a játékot, sőt, inkább valószínűleg tartom, hogy én egy olyan fél óra után itt hagyom azt a játékot. Hogyha olyan rémisztő nekem, nincs ilyen túlzottan fejlett idegrendszerem, hogy írjam a nyomást. De hát erre majd lesz később szó. Hát még így Sonic üggyel kapcsolatban most csak, mert nagy a Sonic a háttérben. Kutatgattam a játékszekrényembe, és igazából azt vettem észre, hogy régebbről, gyerekkorról maradt egy csomó Sonicos játék, amihez most emiatt a játék miatt, a Generations miatt megjött a kedvem, hogy párról készítsek videót, esetleg végigjátszást. Egyébként nagyon lenne kedvem végigjátszani, és hogyha már végigjátszom, akkor úgyis felveszem. Amit mondhatok, az, hogy nem most lesz, az biztos, mert mostanában nagyon sok lesz a dolgom, és így az APB-t alig fog beleférni hetente, de
megpróbálom nyárra felgyorsítani a dolgot, de nyárra az nem van. És hát körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Most ez a podcast csak valójában azt a szerepet kapta, hogy felvilágosítson titeket, hogy ki az a bukó ember, mert sokan kérdezték is, hogy igen, lehet, hogy tényleg csinálok vele dual kommentet, nem ígéretem, de lehet, hogy csinálok vele. Több, mint valószínű. És ennyit szerettem volna mondani. Nem tudom, melyik nap nézitek meg a videót, minden esetre szombat este van, és én további jó hétvégét szeretném kívánni mindenkinek. Kívánom, hogy továbbra is szakadjon a hó, csak úgy, mint ma. És hát sziasztok! Ciao, ciao!